Talán az eddigiek közül ez az árprobira a legtöbb többleti információ, illetve ezt érdemes a legjobban tudni. Mi is szerepel az ábrán? Két részre osztottam, intrinszik, illetve extrinszik faktorok útján létrejövő hemolízisre. Klinikai szempontból mindegyik nagyon-nagyon releváns, részletekben most nem tudunk nyilván belemenni, viszont a példákat azokat nagyon jól fogja szemléltetni, illetve a megjegyzés nagyon segíti ez a fajta felosztás. Hát nézzük akkor először az intrinszik mechanizmusú hemolíziseket. Ezeket már azért érintettük a témákat, a membrán okozta hemolízis, membrán defektus okozta. Ugye ide a herediter kórállapotok tartoznak, szferocitózis például, ovalocitózis, elliptocitózis, stomatocitózis, nagyjából ennyi. Itt gyakorlatilag az ankirin, ez főleg a szferocitózisra vonatkozik, az ankirin, illetve a spektrin mutációjáról van szó, és ez egy membrán fehérje, ennek a mutáció okozza azt, hogy megváltozik a membrán alakja, hemolízishez vezet. Mi a terápiája? Ugye lehet folátot adni a betegnek, illetve a splenektómia súlyosabb állapotban, illetve felnőtt korban mindenképpen indokolt, hiszen a lépben fognak kiválasztódni ezek a kóros vörösvérsejtek, mint azt tudjuk. Tovább menve látjuk az enzimdefektusokat, ezt kétfelé osztanám, a piruvát kináz deficienciára, illetve a glükóz 6-foszfát dehidrogenáz hiányra. Ugye a piruvát kináz deficiencia az az ATP szint csökkenését, illetve a biszfoszfoglicerát növekedését fogja magával, fogja előidézni. Itt meg is lehet állapítani egy ilyen arányt, hogy az ATP és a biszfoszfoglicerát egymáshoz viszonyított arányát az jelentősen meg fog nőni, hogyha fönt van a számlálóban az ATP. A glükóz 6-foszfát dehidrogenáz, pedig tudjuk, hogy a NADPH segítségével glutatión szintézisben vesz részt, glutatión szintáz, tehát egyrészt lehet az enzimet vizsgálni, a glutatión szintázt, illetve lehet a glutatión szintet nézni, NADPH szintet nézni. Ugye ezek mind csökkenni fognak ebben az esetben, redox reakciókat nem tudja fenntartani, hemolizál, ugyanúgy energiát nem tud fenntartani TKD-ben, hemolizál. Tovább menve, a hemoglobinopátiák a harmadik csoportosítási lehetőség az intrinsziken belül. Itt először kétfelé osztanám, ugye itt vannak a talasszémiák, illetve a talasszémiákon belül is el lehet választani alfa és béta talasszémiát. Az alfa talasszémia az alfa hemoglobin, tehát alfa-globinlánc, a beta-talasszémia pedig a bétának a defektusából áll, így ezek ilyen céltáblaszerű sejtek, illetve mikrocitózissal jár. A másik pedig ugye a sarlósejtes alakok. Itt ugye a hemoglobin S fog szerepelni, és hát sarlósejtek lesznek, az is ugye mikrocitózissal jár. Tovább menve, ezek keveredhetnek, tehát a talasszémiák és a sarlósejtes hemoglobinopátiák azok keveredhetnek egymással, lehet mind a kettő egyszerre is akár. És ugye ezek egy gyermekkorban egyébként, tehát születéskor már van rá lehetőség, hogy szűrjük, az arra érintett populációban. Az utolsó intrinszik faktor, vagy egy intrinszik mechanizmus, az a paroxizmális nokturnális hemoglobinúria, itt a PIG A mutációjáról van szó. Ez is egy ilyen membránfehérje, valami foszfatidil, inozitol, valami. A típus, és ez az A típus, ez azt fogja csinálni a membránnal, hogy érzékenyé teszi őt savi környezetben a hemolízésre. Savi környezet ugye éjszaka van, hipoventiláció, pH alacsonyabb, és ekkor fognak hemolizálni reggelre, lesz hemolízis. Tehát reggeli vizelet
illetve délelőtti vizelet lesz sötét. Ezek voltak tehát az intrinszik mechanizmusú hemolízisek, nézzük meg az extrinszik mechanizmusú hemolíziseket. Itt három része lehet gyakorlatilag fölbontani, az immunmediáta, a fragmentocita, illetve fragmentációs mechanizmusú, illetve egyéb kórokokra. Az immunmediáta közül az autoimmun hemolitikus anémia két részre osztható. Egyrészt van a meleg, illetve a hideg típusú autoimmun hemolitikus anémia. A hideg az ugye az akrákon jellemző elváltozásokat okoz, illetve itt egy IgM típusú. Hát ugye a meleg az független a hőmérséklettől, itt egy IgM típusú antitestről van szó, ami hozzáköt a vörösvértesthez, a melegnél pedig IgG típusú fog hozzákötni a vörösvértesthez. A meleg általában nem agglutinálja a vörösvértestet, habár ezeknek az a neve, hogy meleg agglutinin, illetve hideg agglutinin, de azt tudni kell, hogy a meleg az nem igazán agglutinálja a vörösvértestet, hiszen az IgG azt tudjuk, hogy hogy néz ki, az nem igazán képes az agglutinációra ritka esetekben. Az IgM-et is ismerik, hogy hogy néz ki, hogy a több karja van, ezáltal össze tudja fogni a vörösvértesteket, tehát tudja valóban agglutinálni őket. Na de visszatérve, ugye ezt tudjuk, ez a három M betű, ez a mikoplazma pneumónia, ugye IgM típus, illetve malignitásban fordul elő, nagy vonalakban, tehát részletekben most nyilván nem megyünk bele, ezt nagyon fontos tudni, illetve ezek itt minden információk, amit akár egy háziorvosi rendelésen is előjöhet, hiszen hogyha a mikoplazma fertőzése van, gyanúja a háziorvosnak, bejön a beteg, száraz köhögés van, kínzó száraz köhögése, kis hőemelkedése, úgy bejár még dolgozni, nem igazán érzi magát rosszul, fejfájása van, de azért meg akarja tudni, hogy mi a problémája, és az orvos mondjuk egy atipusos pneumóniára, egy lábon sétáló pneumóniára gyanakszik, mikoplazma pneumónia, mondjuk esetleg még a száján is vannak ilyennek tünetei, ugye a nyálkahártya elszíneződése, akkor már egész valószínű lehet a mikoplazma pneumónia fertőzés, ugye erre megadja a megfelelő antibiotikumot, makroidot, fluorokinont, doxiciklint esetleg, és ajánlja a betegnek azt, hogy hát vegyen föl kesztyűt, akár két rétegbe, zoknit, sapkát, hogy ne jelenjen meg a hideg típusú autoimmun hemolitikus anémia, és ebből ne származzon problémák. Tehát ez nagyon fontos gyakorlati tudás. Ugye a meleg típusú IgG, és CLL-ben fordul például elő, illetve gyakorlatilag mindegyik ilyen reakcióban előfordul a meleg típusú IgG immunmediálta hemolitikus anémia. A trafót és az autoimmun, ja, itt még egy valamit szeretnék mondani, egy trioglobulinémiát. Ez zárójelbe rakom. Ugye ez is, ez összekeverhető hideg agglutinénnel. A trioglobulinémia az egy hideg antitest, eddig oké a történet, viszont ez nem a membrán, a vörösvértest membránjához fog kötni, semmi köze a vörösvértestnek a trioglobulinhoz. Ez az erek falához fog kötni, és egy vaszkulitiszt fog okozni. Tehát ez egy nagy különbség, azért vettem ide, hogy most az ember már most el tudja különíteni a fejében, hogy ez nem okoz hemolízist, csak ezt is ugye a hideg idézi elő. Rendben, a trafó és az alloimmun, azt azért írtam egybe, egyrészt mert ugye a transzfúzió is alloimmun reakció, másrészt alloimmunhoz még beletartozik más is, ilyen például, ami nem trafó, ilyen például az RH inkompatibilitás. A RH negatív anya, RH pozitív gyermek, inkompatibilitás, ha nem kap RHD antitestet, profilaxist, akkor ugye megtörténhet a baj, hidroxfötális gyermekhalás, stb. És az utolsó immun eredetű az a gyógyszer indukálta, hát ide egy példát írok, ez a kinin a leggyakoribb, a kinin származékok okozzák ezt a fajta hemolízist, ezt érdemes tudni. A fragmentációs hemolitikus anémiához tartozik a mechanikus, itt most magyarosan ugye a meneteléshez kapcsolódott, tehát a katonáknál a meneteléskor létrejövő hemolízis, az a mars hemoglobinúria, és ez ugye a talban, illetve a lábban létrejövő nagymértékű, hát földhöz való oda csapódása okozza azt elő, hogy folyamatosan hemolizálnak ott a kis vörös vértestek, illetve hát a futóknál, maratonfutóknál például megfigyelhető
hemoglobin úria is maratonfutás után. Aztán másik fontos, hogy a mechanikai művillentyű, ugye ez a fém cucc, ami kibe csapódik, ez tudja a vörös vértesteket kipukkasztani, illetve van még egy relevanciája, ez igazából csak érdekesség és labornemet, van még egy relevanciája, a paravalvuláris leaket. Tehát a paravalvuláris elfolyást gyakorlatilag ezt mutatja meg, ami már egy műbillentyű hiba, tehát ennek már van relevancia és nem csak érdekesség, tehát egyre növekvő hemolízis szívbillentyű műtét után ez paravalvuláris leakre utalhat, tehát ezért fontos ezt tudni, akár egy házi orvosnak is, aki ezt a laborlelőbe fogja látni. Azért mondom így, hogy akár egy házi orvos, hiszen ő az, aki gyakorlatilag a populáció egy jó nagy részét szűri, és neki alapinformációkra van szüksége. Na most itt nagyon sok ilyen alapinformáció van, amit érdemes tudni, bármennyire is részletnek tűnik jelenleg. Vaszkulitiszek, hát most azt artificiálisan most is két részre osztanám. Egyrészt vannak az ilyen tipikus kisereket, közepes nagyereket érintő vaszkulitiszek, a GPL, takajaszú, kavaszak és a többi. Ezek okozhatnak hemolízist, ami még fontosabb, az itt alatta található, ezek is vaszkulitiszek. A DIC az első, amit ide írtam, életveszélyes állapot, rengeteg etiológiai tényezője van. A második a TTP, szinte ezek mind életveszélyes állapotok, a trombocitopéniás purpura, ennek ugye két fajtája van, van a szerzett, több etiológiai tényező áll mögötte, illetve van az örökölt, ez az ADAM TS13 nevezetű fehérjének a mutációja, hogyha ez rosszul működik, ez nem fogja hasítani a von Willebrand faktort, tehát nem fog a von Willebrand faktor inaktiválódni, a von Willebrand faktor ahhoz kell, hogy trombusok képződjenek, ha nem inaktiválódik, akkor sok trombus fog képződni, és innen már láthatjuk is, hogy mi ez a TTP. Idegrendszeri tünetekkel járni, stb. A hemolitikus uréniás szindróma, az is egy érdekes entitás. Itt arról van szó, ez általában gyerekkori betegség, a gyermek megeszik egy jó kis büdös sajtot, vagy elmegy egy argentin steakhouse-ba, itt viszonylag fiatal korban ez azért nem jellemző, de mégiscsak hát, ha valaki marha húst akar etetni a gyermekével, megtörténhet. Az sigatoxinnal fertőző, pontosabban olyan E. coli valami sigatoxin termel, ez a sigatoxin bekerül az ő szervezetébe, hát rákötődik mondjuk egy neutrofilra, ezen a neutrofilon ott jól áll van ez a sigatoxin, viszont ahogy beér a vese mikrovaszkulatúrájába, ott az erekre úgymond hát rárakódik, és a neutrofil az degranulálódik, elkezdi az ereket helyben károsítani, onnantól kezdve pedig beindul egy öngerjesztő folyamat, hemolízist generál, urémiás szindrómát generál, ugye pont a vese miatt, és ez életveszélyes állapotot generál. Egy húsnak az elfogyasztása, ugye ez a hússal könnyen megegyezhető. HELLP szindróma, ugye várandóságban van nagy relevanciája, a terhesség befejezése az egyetlen igazi terápiája, az immunszupresszió. Pontosabban itt azért kell kortikoszteroidot adni, hogyha esetleg életlen lenne még a csecsemőnek, illetve a magzatnak a tüdeje, tehát a kortikoszteroidnak az adása, volumenpótlás, transzfúzió, tehát mondom az egyetlen igazi terápia az a szülesztés. Okát nem igazán tudják, immunreakció, valamilyen fajta immunreakció a gyermek és az anya között. De ezt ne keverjük ide természetesen. Egyéb reakció között fertőzés, hát legyen ilyen például a malária, illetve a toxinnal egyenértékű, vagy hát az is fertőzés, a Clostridium szepszis, ami gyakran okoz hemolízist, ugye ez is fertőzés, illetve a toxin is, mivel a Clostridium toxinja okozza, míg ide a toxinhoz a réz. Ez mennyi? Kettes töltésű. Réz túltengés okozhatja, ami a Wilson korban fordul elő, az is hemolízist okoz. Égés egyértelmű, hasonlóan a mechanikushoz, ott is ugye direktben károsodik a vörösvértest, illetve a hiperszplénia, az nagyon fontos tudni, hogy maga a hiperszplénia, a helyszíne, hát talán az összes, majdnem az összes
sőt lehet, hogy az összes intrinszik mechanizmusú hemolízisnek, de nem csak kizáróan a lép a helyszíne, viszont az összesben szerepet játszik a lép is, tehát hiperszplémiát azt innen lehet megjegyezni, másik oldala a hiperszplémiának pedig, hogy a meleg típusú autoimmun hemolitikus anémiát, tehát amikor az örösvértestek felszíne antitestekkel van fedve, az is a lépben kerül eliminációra. Körülbelül ennyit akartam mondani, illetve összefoglalni, és egy hasznos tudást átadni ezzel a betegséggel kapcsolatban ebben a diában.